Sziasztok! János vagyok. Felnőtteket tanítok kerékpározni. Sorozatunknak ebben a részében a már korábban megismert Eszter és Péter segítségével megmutatjuk, hogy mire kell figyelnetek az utakon, ha gyorsan, olcsón, biztonságosan és kényelmesen szeretnétek eljutni valahová. Azaz, ha inkább bringáznátok. Szó lesz a Kresszről, de olyan nem szabályozott tippekről is, amiket jó, ha tudtok. Akkor is nézzétek meg a videót, ha inkább autózni szoktatok, de szeretnétek vigyázni a bringázókra is. Mielőtt elindulnánk, nézzük meg a kerékpárok kötelező felszereléseit. Könnyen megjegyezhetők, mert mindenből kettő kell. Kettő darab lámpa, előre fehér, hátulra piros, kettő darab prizma, szintén előre fehér, hátulra piros, kettő darab borostyán színű küllőprizma, amit kiválthat a gumin található reflexcsík is, kettő darab működő fék és egy darab csengő. Régen minden nap bringával közlekedtem, voltam bringás futár is. Mióta megszületett a nagylányom és óvodába jár, azóta sokkal kevesebb időm van bringázni. Órákon keresztül kéne reggel utaznunk, hogy utána beérjek Tunkába. Azóta sajnos autóval kell járnom minden nap. Vérzik a szívem, mert belül mindig bringás maradok, de most ez egy ilyen élethelyzet. Nagyon sok szemszögből látom a közlekedést. Tömegközlekedek, gyalogolok, nagyon sokat bicikliztem régebben, most is azért, és hát most az autós közlekedésen van a fő hangsúly. Emiatt belelátok abba, hogy egy biciklis mit érez, amikor 5 centire mennek el tőle, vagy hogy a buszt ki kell engedni, mert 38-an ülnek rajta, miközben az autóban mi maximum 2-3-an ülünk. Szóval igyekszem vigyázni nem csak a biciklisekre, gyalogosokra, hát a gyengébb közlekedőkre. 10 évvel ezelőtt csak munkába járásra használtam a biciklit, most már mindenre használom. Most már ezzel vásárolok be, ezzel viszem a gyerekeket. Most a gyerekeim 6-8-10 évesek, és szuper jól közlekednek biciklivel, nem sportolásként, hanem közlekedésként. Néhány kilométeren belül mindenhova biciklivel közlekedünk a gyerekekkel is. A biciklivel az ember szabad. És nem csak olyan értelemben szabad, hogy nem vagyok kötve a BKV-nak a menetrendjéhez, vagy nem kerülök dugóba. Ilyen értelemben is egy rendkívül kiszámítható közlekedési mód a biciklizés, de ezen túlmenően is a biciklizés az maga a végtelen szabadság. Amikor elindulunk, a legfontosabb az, hogy kiszámíthatóak legyünk és egyértelműek. Legalább fél méterre tekerjünk a patkától, egy ajtónyitásnyira a parkoló autóktól, próbáljunk meg a külső keréknyomban haladni, de ha szükséges, a Kressz lehetővé teszi, hogy akár az egész sávot elfoglalhassuk. Ne csináljunk olyan hirtelen manővereket, amikre nem készülhet fel a másik közlekedő. A legjobb, ha mindig megpróbáljuk felvenni a szemkontaktust, és megpróbálunk helyettük is előre gondolkodni. Kanyarodáskor, a sávváltáskor adjunk jól látható jelzéseket időben. És persze adjuk meg az elsőbséget. Tudtátok, hogy az egyik leggyakoribb baleseti ok az elsőbség nem megadása? Mostanában is előfordul még, bár most már az autósok viszonylag toleránsabbak a kerékpárosokkal szemben, hogy nagyon közel megy el a biciklishez, úgymond kicentizi. Ez a legveszélyesebb dolog, amit egy autós tud csinálni egy bringással. Sokszor az autósok magukba bíznak, hogy hiszen én úgyse fogok neki menni a biciklisnek, de azt kell tudni, hogy a kerékpár az egy elég instabil jármű, nyilván nem védi semmi a kerékpárost, tehát hogyha bármi az út szegélyen, valami útakadály van, elrántja a kormányt 20-30 centivel, és a túl közel jövő autóssal rögtön balesetet szenvedne. Előzésnél például egy kétszer kétsávos úton én át szoktam sorolni teljesen a másik sávba, mindenképp indexelek, nagyon sokan kiadják az indexelést kerékpáros előzésénél, pedig a mögöttem jövőnek jeleznem kell, hogy én kikerülök valakit, vagy megelőzök valakit, és megtartom a legalább 1 méteres oldaltávolságot. Amikor bringázok, nagyon rossz, amikor pár centire vagy akár fél méteren belül eljön mellettem egy autós, ugye többszörös tempóval, mint amivel én megyek.
legtapasztalatlanabb bringás az megijedhet tőle, és már is ott a veszélyes szituáció. Sokan félnek az elsodrástól, ezért rögtön lehúzódnak, hogyha üres parkolóhelyet találnak. Ne tegyetek így! A kifli mozdulat végén a visszatérés sokkal veszélyesebb. Haladjatok inkább egyenesen! Mit csinálhatunk, hogyha áll a kocsisor a piros lámpánál? Kerékpárral csak jobb oldalon húzódhatunk előle, de azt is csak lassan és odafigyelve tegyük. Figyeljük azt, hogy nem száll-e ki valaki az autóból. Ha autóból szállsz ki, akkor vagy nézz a tükörbe, vagy nézz hátra ajtónyitás előtt. Bringával mindig menjünk a sor elejére, piros lámpánál, vagy ha nem sikerül, akkor próbáljatok úgy megállni két autó között, hogy fölveszitek a szemkontaktust. Sose álljatok meg egy autó mellett, a patka és az autó között. Sok helyen előre tolt kerékpáros felállóhelyjel segítik a kerékpárosokat, innen könnyebb balra kanyarodni is. A holtér az a rész jellemzően a kocsi jobb oldalán, ahol a vezető nem lát téged. Ha ilyenkor ő jobbra kanyarodik és te ott vagy, abból nagy baj lehet. Sose állj meg úgy, hogy nem látod a vezetőt a tükörben, mert ha te nem látod a vezetőt, akkor biztosan ő se lát téged. Amikor 10 évvel ezelőtt elkezdtem biciklizni, akkor én is megpróbáltam először járdán menni, mert az tűnt biztonságosnak. Abból nem lesz baj, hogyha nem találkozok az autókkal. Aztán rájöttem, hogy egyrészt nagyon lassú, kerülgetni kell a gyalogosokat, másrészt pedig így is úgy is találkozik az ember autósokkal. Kereszt utcán át kell haladni, úgyhogy nagyon gyorsan leszoktam a járdázásról. Az autók között közlekedek, nyilván, hogyha van bicikli infrastruktúra, akkor azon, de ha nincsen, akkor az úton. Igen, elválasztott kerékpárúton haladva sokan nagy biztonságban érzik magukat. Ám ha ezeket nem jól tervezik meg, akkor megvannak a maguk hibái. Bringásként azok a szituációk, amikor nem kaptam meg az elsőbséget egy autóstól, az nagyon idegesítő volt, nagyon fölnyomott. Viszont most már azért itt többet közlekedve autóval látom azt, hogy sokszor az autós szemszögéből nagyon nehéz meglátni a biciklis bizonyos helyzetekben. Autóvezetőktől azt kérnénk, hogy ilyenkor a kerékpárút mindkét irányát figyeljék, és hogy a kerékpárosnak elsőbsége van, akkor adjuk is meg neki. Ahogyan a gyalogosnak is megadják kanyarodáskor. Ha bringázol, akkor pedig készülj fel arra, hogy az autóvezető esetleg nem látott téged, és neked kell megállnod. És mi a helyzet a zebrával? Sokan úgy tudják, hogy le kell szállni és át kell rajta tolni, bár ez a kreszben nincs benne explicite. Mégis a gyalogosokat átkelésükben senki sem zavarhatja, nem is veszélyeztetheti, ráadásul, és ez a legfontosabb, kerékpáron érkezve nincsen elsőbséged. Tehát vagy szállj le és tényleg told át a bringádot zebrán, vagy számíts arra, hogy nem lesz elsőbséged. A kerékpár jármű az úttesten a helye. Még egy ok arra, hogy ne zebráz. Bringasávon parkoló autó? Mit tehetünk ilyen esetben? Jó időben és jól látható módon a karunkkal jelezzük sávváltási, kikerülési szándékunkat, de csak akkor tegyük meg ezt a manővert, hogyha szabad a pálya. Sose vágjunk be autók elé, mert ezzel balesetet okozhatunk. Van még két olyan hely, ahol egyre többször engedik meg a kerékpározást, mégis kevesen tudják, hogyan kell őket használni. Az egyik ilyen az autóval egyirányú utca, amiben kerékpárral viszont két irányból belehajthatunk. Ezek jellemzően kisforgalmú utcák, ahol a kerékpárosoknak felesleges lenne nagyobb kerülőket tenni, hiszen csak az autók nem férnek el két irányba. Fontos, hogy csak akkor hajthatunk be ilyen utcákba, hogyha ez kiegészítő tábla külön jelzi. Sokan nem tudják, de egyéb jelzés hiányában a jobb kéz szabály érvényes ezekben az utcákban is. Ha bringáztok, akkor kicsit nagyobb figyelemmel tegyétek ezt. Figyeljetek a gyalogosokra, a parkolóból kiálló autókra, és figyeljetek arra, hogy a szemből érkezővel elfértek-e egymás mellett, és mindig haladjatok a menetirány szerinti jobb oldalon. Ha autóztok, ugyanezt tegyétek, próbáljátok meg kicsit nagyobb helyet hagyni a bringával érkezőknek. Egyébként tudtátok, hogy ez a legbiztonságosabb kerékpáros barát megoldás statisztikailag? Ugye, hogy nem? Ennek az oka pedig az, hogy a szemből érkezők jó időben láthatják egymást, és a csökkentett sebesség miatt odafigyelve, kölcsönösen előzékenyen próbálnak megközlekedni ilyen helyzetekben. Egyre több buszában is megengedik a kerékpározást, általában ott, ahol kisebb a forgalom, vagy elég széles a sáv. Ahol ezt nem jelzik, ott a buszsávtól egyel beljebb kell tekerni,
érdemes sávot foglalva kellő távolságot tartani a belső sávtól és a mellettetek haladó buszsávtól is. Ha busz és kerékpársávban mész, akkor is érdemes elengedni a buszt, hiszen azon többen utaznak. Ugye milyen egyszerű? Pár szabályt betartva, és leginkább egymásra odafigyelve mindenki biztonságban bringázhat. Érdemes először talán elválasztott bringaúton és kisforgalmú utcákban gyakorolni. Ha nem hiszed el, amit mondtunk, akkor ülj át autóból biciklire vagy bicikliről autóra, hogy megismerhesd a másik fél szempontjait is. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Következő részünkben olyan mindennapi élethelyzeteket fogunk bemutatni, amikről talán nem is gondoltátok volna, hogy biciklivel is meg lehet oldani. Tartsatok velünk!